Most pedig pizzát fogunk sütni, készíteni. Mizdekányi reszelt sajtot reszeltünk le, vagy több egy kicsit, nem is tudjuk egész pontosan. És akkor nagyon finom füstölt szalonnát is daraboltunk le. Van itt füstölt kolbász leszelve, ez pedig egy nagyon finom pulyka párizsi, jó ízű, azt reszeltük le. Na mostan a 2 deci tejet föl megmelegítünk, abba teszünk cukrot, belemorzsáljuk az élesztőt, és 70 dl liszt kell a pizzához, még olyan 2 deci forma étolaj, és tojás nem kell bele. Nem kell keleszteni, hanem majd a tepsibe szét kell húzkodni a tésztáját, és akkor forró sütőbe megsütni. A tejbe beletesszünk olyan 1,5 teáskanál cukrot, hogy az élesztő földjét is húztatni benne. Nem szabad túl forróra, mert akkor nem jó lesz az élesztőnk. Nem szabad túl forralni a tejet? Nem szabad túl melegíteni, mert akkor nem lesz jó az élesztünk. És akkor hagyjuk, hogy fölfusson, így elkeverjük, majd el a feloldódik. Hát még egy pici cukrot tehetünk bele, még egy picit. Kimérjük a lisztet, amit előző este vagy reggel behoztuk melegedni, hogy ne legyen hideg a lisztünk. Mert az visszafogja a kelésbe, mert a kertésztának a jó kis langyos liszta. Jó? Még teszünk hozzá. Még van jelölve. Jó. Ebbe pedig olyan 2 decinyi. Teszünk bele egy kis sót. Nem szabad elsózni se a tésztáját. Ebbe egy decinnyi étolajat mérünk bele körülbelül. Locsoltuk. Mindjárt fölfut az élesztünk.
tojás nem kell benne bele, az étolaj kell bele, meg a fölfuttatott élesztő. Aztán jó, kidolgozzuk, utána tepsikbe, nem kell nyújtani, sem kell eszteni, majd a tepsibe kell meg. Széthúzkodjuk a tésztát, és akkor rárakjuk a rávalót, és akkor mehet a sütőbe. Na, nézzük. De ha kíván egy kis lisztet még, akkor, mert a több egy picit a étolajunk, vagy más a lisztünk, akkor kell bele, hogyha egy picit több a tej. Felfutott az élesztőnk, és ezt most már ebben összekeverjük. Jöblítsük. Begyújtjuk a sütőt, előmelegítjük. Így majd kiszellőzik. Tésztát összekeverjük a zétolajjal, a lisztet a zétolajjal, meg a teljes élesztővel. Nagyon kicsi tejet még tehetünk bele, egy nagyon kicsit. Nem veszi föl, mondom, a lisztet annyira, ne? Hm? Igen, igen. Így. Egy merő kanál? Vagy egy féllel? Csak egy féllel. Majd most már jó lesz. Kidolgozzuk. Jó lett a tésztánk, mert jó felszedte a lisztet, mindent. Nem ragad, hanem összeáll. Na, jó, majd most már itt helyet csinálunk neki. Ezt nem nyújtsuk. De szerintem meg kell vagy felezni. Hát majd igen. Tésztát. Nem egészen, mert az egyik tepszi az nagyobb, kiterüljük őket. Így. És akkor
tésztát. Nem baj, hagyj nyúljon. Hagyj nyúljon. Hagyj nyúljon a tésztán. Hagyj nyúljon. Az egyik már meg is van. Most már másikra is. Kisebb tesszükre is. Ez, ettől a tésztától, ettől a mennyiségtől nagyon vastag neki az alja. De így ketté vettünk egy kisebbe is. És így majd elosztódik. Nem kell alapul formát csinálni. Nem, hanem tepsibe. Tepsibe. Sütés idő mennyi lehet? Hát, az attól függ a sütő. Hát olyan 30-40 perc körülbelül. Na most erre még kis ketchupot teszünk rá. A kettőre, nem nagyon savanyítsuk be. Pizzaszószunk nincsen, így hát most ebben helyettesítjük. Igen, jó a ketchup is. Igen. Pizzaszósz helyett, ez is jó. Na, majd megmosom a kezemet. Most már rakunk. Megszórjuk kezével. Füstölt szalonnát teszünk rá. De előbb megszurkáljuk vízával, aztán nem bírjuk. Meg kell szurkálni a tésztát villával, hogy ne pukkosodjon föl. Kicsit a tepsi szélébe is ment egy kis ketchup, majd azt kitörüljük, hogy négyen oda. Nem sokat teszünk rá, hogy ne legyen nagyon füstös. Még ezt is megbírjuk itt szabdalni. Már itt kell a tésztánk a tepsibe meleghelyt. Most már megszórjuk parizerrel.
Na. Most már megszórjuk sajttal. Na. Most pedig rárakjuk a füstölt szalonnát. Most már betesszük a sütőbe, 30-40 percig süssük. Csak azért rá kell nézni. Így, jó. A kisebbik testére tepsibe rakunk rá uborka karikát. Ecetes uborka? Hát, ecetes uborka, igen. Savanyúság. Így. Ez majd így bele. Már másiknak érzik az illata. Egy kis pikány csizre lesz. Ha megsül, jó étvágyat kívánunk hozzá. Kisül, kivesszük, szépen megsült. Nagyon finom illata van neki. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Most már betesszük a kisebb tepszivel. Ez is hogy süljön. Ezt gazdagoltattuk egy kis uborka saláta, uborka savanyúsággal tetejét. Na. Egy részét el is fogyasztottuk a pizzának, többit meg kirakjuk. Nagyon finom, finom lett. Elmondom újra a tésztáját. Ki. 70 deka liszt, 2 deci tej, egy csomag élesztő, kis cukor, az a tejbe, hogy föl tud futtassuk a, egy csomag élesztőt, és még egy deci étolaj, még kis só a tésztájába, aztán van benne reszelt sajt, a tetejére szórva, meg le van kembe ketchuppal. Na, még azt szeretném mondani, hogy nem kelesszük a tésztáját, hanem a felfuttatott élesztővel összedolgozzuk az egészet, az étolajat a felfuttatott élesztővel, pici sóval, és jól kidolgozzuk. Ha kíván még maga után egy kis tejet, akkor még teszünk hozzá, hogy jó sikerüljön ki dolgozni, és mink ebből a mennyiségből 2 tepsire tettünk, mert nagyon szépen föl kell, és ezt nem kell nyújtani, hanem ahogy készen vagyunk, akkor széthúzkodjuk a tepsibe, és rárakjuk a föltéteket. Na most mink az egyik tepsire tettünk rá még uborkát, uborka savanyúságot ebből, még ezt is.
szedjük, és 30-40 perc alatt sül meg, vagy hát kinek milyen a sütője. Még a tetejére füstölt szalonnát is tettünk. Sokat nem szabad, mert zsíros lesz. Hát ugye még a sajt van rajta még. Az rásült a sajt. Nagyon finom illata van ennek, amelyik uborka salátá befőttel kész uborka savanyúsággal. Szépen megsült az alja is. Nagyon szépen. Tetszett a videónk, iratkozzanak fel a videó csatornánkra.